Köszöntöm nézőket, szervusztok! Április 23-a és május 30-a között kerül megrendezése idén az Off Biennale. Az eredetileg tavaly megrendezése kerülő rendezvény sorozat a kortárs képzőművészet különböző projektjeit mutatja be az érdeklődők számára. Tavaly a Covid ezt elsodorta, a szervezők idén kísérletet tesznek arra, hogy lehetőség szerint minél többekhez juttassák el a magyarországi kortárs műképzőművészeti folyamatok legizgalmasabb fejleményeit. Hogy pontosan mit vállal fel az Off, hogy miért jött létre, illetve hogy mire lehet számítani az érdeklődőknek, most erről beszélgetek meg vendégeinkkel, kezdünk! És akkor nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a Somogyi Hajnalkát, az Off vezetőjét, és Zilai Annát, az Extra Realm művész tagját, jól mondom? Igen. Csodás. Röviden foglaljuk össze a nézőink számára, akiknek nem feltétlenül van rajta a kortás képzőművészet ütőerén a tenyerük, hogy pontosan mi is az Off mióta kerül megszervezésre, és mi a különlegessége ennek a mostani kiadásnak? Ez is köszönöm szépen a meghívást. Az Off Biennale ez egy nemzetközi független kortárs művészeti programsorozat. A nevéből adódóan elvileg két évente kerül megrendezésre. Az első kiadást 2015-ben mutattuk be, a másodikat 17 ben és ahogy említetted, a harmadikra 2020-ban került volna sor. Az idei kiadás az sok szempontból más, mint a korábbi kettő. Talán a legfontosabb különbség az az, hogy hogy amikor a Biennálit eredetileg elkezdtük szervezni, akkor ez egy, az egy ernyő kívánt lenni, össze akarta fogni azokat a független művészeti kezdeményezéseket, amelyek Magyarországon élnek és mozognak. Ezeket kívánta összehangolni és úgy kommunikálni, hogy, hogy azok nagyobb figyelmet kapjanak egy, egy, egy ilyen koordinált Biennáli program keretében. És a második kiadás után uh, arra jöttünk rá, hogy ez nem elég segítség a független uh, szcénának, és ezért uh, ebben a kiadásban tulajdonképpen uh, producerként uh, uh, dolgozott az OFF csapata. Tehát a korábbi uh, kiadásoktól eltűrően, amikor azok, akik csatlakoztak a programhoz, azoknak önállóan, tehát pénzügyileg és szervezésileg is önállóan kellett megvalósítaniuk a biennálé keretében létrejövő projektjüket. Most egy nagyon szoros együttműködés uh, valósul meg az a 14 projekt, amelyeket végül is bemutatunk. Tehát tulajdonképpen egy ilyen inkubációs folyamat zajlott az elmúlt most már három és fél évben, amikor a BNR és a Biennale csapata vagy kizárólagos, vagy társfinanszírozóként segíti a projekteket, és ezen túl a kurátoria kommunikációs, mediációs és mindenféle tapasztalatainkkal is kísértük és segítettük a projekteknek a végső formában öntését. Úgyhogy ez most nagyon-nagyon más, ez mindenkinek egy, egy új élmény, egy sokkal elmélyültebb, szerintem sokkal ambiciózusabb projektek jöttek így létre, nyilván számban kisebb, nem most csak 14 projektünk van, korábban inkább a nagy számokra törekedtünk, az inkluzivitásra, a critical mass -ra. most úgy érezzük, hogy fontosabb a szcénának, hogy létrejöjjenek ambiciózus új projektek, amelyek hosszú távú munkát fogalnak össze mindjárt fordulok annához, de egyetlen kérdés nem lenne még hozzá. Az OFF mennyiben reakció vagy kritikája a 2010 utáni kulturális rezsimnek? Kérdezem ezt azért is, mert magában a kurátori koncepcióban, pontosabban a műsorprogramban utaltok arra, hogy ez egyfajta kritikai válasz is arra a politikai környezetre, ami kialakult, illetve nagyon hangsúlyosan hivatkoztok arra, hogy semmilyen állami intézmény nem működtek együtt. Miért hoztátok ezt a nőtt, és pontosabban mi az, ami miatt azt gondoljátok, hogy ma Magyarországon állami intézményekkel együttműködni a függetlenségetek valamilyen módon vett sérülését uh -huh. uh, Igen, azért hoztuk eredetleg létre az offbnr hogy legyen egy olyan független platform, ami tulajdonképpen azok szerint a szakmai normák szerint működik, ami, ami a, a az alkotó vagy a alapító csapat számára fontos volt. Tehát azt a, azt a, a nemzetközi szakmai munkát szerettük volna folytatni, a, amelyet korábban különböző intézményekben végeztünk, és azt gondoltuk, hogy, hogy ezt 13-14 körül járunk, ugye amikor elkezdtük ezt szervezni, hogy ezt egy független platform keretében tudjuk csak folytatni. Öm, öm, azt tapasztaltuk, hogy nagyon egészségtelen az, egyébként szinte mindenféle politikai körülmények között egészségtelen, amikor egy széna, egy kulturális szegmens ennyire szinte kizárólag az állami infrastruktúrától függ, tehát hogy nem nagyon vannak alternatívái. Öm, úgy éreztük, hogy hogy rossz irányba halad a, a, a közpénzből működtetett infrastruktúrának az átszervezése, átalakulása, és ezért tartottuk fontosnak, hogy legyen, legyen alternatívája ennek. Ezért is döntöttünk úgy, hogy nem pályázunk állami forrásokra, illetve nem ö, működünk együtt ö, ö, államilag fenntartott intézményekkel. Ez egyébként, azért hadd tegyem hozzá, hogy nem gondoljuk, hogy ez egészséges, vagy hogy ennek így kéne működnie egy normális helyzetben. Uh -huh. Egy ilyen pici szcénában, ami ilyen kevés erőforrásra rendelkezik, az lenne nyilván az egészséges, hogyha minden vektor egy irányba mutatna, és hogyha létrejöhetnének értelmes együttműködések, úgyhogy mi ezt továbbra se zárjuk ki, mi ezt továbbra is jónak tartanánk, ha lennének olyan szereplők, akikkel együtt tudunk, keressük is ennek a lehetőséget, de azért eddig az volt a valóság, hogy, hogy nem jöttek létre ilyen együttműködések. Szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy a biennale úgy sikerült lábra állítani, és most már ugye a harmadik kiadást is megvalósítani, hogy, hogy mindenki számára, aki figyeli, nyilvánvalóvá vált, hogy ez lehetséges. Tehát, hogy lehetséges egy ilyen volumenű nemzetközi projektet úgy létrehozni, hogy nem Kell mondjuk esetleg azokat a kényszerű kompromisszumokat megkötni, amelyekkel sok esetben a, az állami támogatásnak a, az elnyerése együtt jár, vagy járhat, vagy az állami együttműködés. Azt hiszem, hogy ez meglepő volt azok számára, akik a, a magyar kortás kultúrában dolgoznak, vagy talán szélesebb berkekben is egy, egy fontos példává, egy fontos civil példává válhatott. És ugye ez így jött létre, és így erősödött meg, és így vált nemzetközileg is láthatóvá is beágyazottá. Ez azt hiszem, hogy megváltoztatja a tárgyalási pozícióinkat még akkor is, hogyha, illetve akkor is, hogyha mondjuk együttműködést kezdeményeznénk önkormányzati, vagy bármilyen más közpénzből működtetett szervezettel. Anna, kérlek, hogy mutasd be a művészeti együtteseteket, már csak azért is, mert én kétszer is próbálkoztam a nevének a kimondásával, és mindkétszer sikeresen belesültem. Úgyhogy légy old fel a neveteknek a titkát, miért ezt a nevet választottátok, és kérlek, hogy mutasd be, hogy pontosan művészetek mely területén dolgoztok, és pontosan mi az a projekt, amivel meg fogtok jelenni majd a Biennale keretén belül. Az ExtraRem művészcsoportot 2017-ben alapítottuk a művésztársaimmal, Süveges Ritával és horvát Gideonnal és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy megpróbáljuk művészeti eszközökkel megfoghatóbbá, érthetőbbé tenni a klímaválság és az ökológiai válság témáját, ami egyébként egy elég nagy kihívás, hogyha belegondolunk abba, hogy a klímaválság alapból is gyakran a médiában egy ilyen elidegenítő gesztussal jelenik meg, távolítájak, ezeknek a pusztulása és ezek elidegenítik az embert igazából ettől a témától. De ugyanúgy, amikor a katasztrófáról beszélünk, az bénító és nem cselekvésre sarkal. Tehát egyrésztről van egy ilyen téma, ami nehezen hozzáférhető, ugyanakkor hatalmas kihívást jelent, de elidegenítő módon van kezelve általában. És van a képzőművészet, ami szintén azt a képet kelti az emberben, hogy elidegenítő, nehezen hozzáférhető, és, és a többi. És ezt a paradoxont szerettük volna feloldani a munkásságunkkal, vagy a, munka, a művészeti csoportunknak a munkájával. És olyan, olyan, felismeréseket próbáltunk belevinni ebbe a közös munkába, amik a klímaválsággal kapcsolatosak. Például, hogy a klímaválságról azt gondoljuk művészként is, meg, meg individuumként is, hogy egyéni szinten nem megoldható probléma. Ezért próbáltunk egy olyan keretet keresni, ahol a közösségi élmény, úgymond a művészeti gyakorlatunk részévé tehető. A közösségépítés, a, tudásmegosztás. tudás megosztás, és ezért olyan olvasóköröket, beszélgetéseket, kirándulásokat szerveztünk például a százhalombattai olajfinomítóba, vagy a zsámboki biokertbe, amik élmény közösen átélt, megvitatott témák mentén szerveződnek, és és ezeken az élményeken keresztül engednek egy mm, sokkal közvetlenebb hozzáférést olyan témákhoz, amik gyakran csak reprezentációként élnek velünk, és nem, nincsen hozzáférésünk mondjuk érzéki szinten. Ugye a te projekted, amivel meg fogsz élni, jók az értesüléseim, azok a, az a tihanyi eko elvesztésének ökofeminista olvasatára vállalkozik. Kérlek, hogy mesélj egy kicsit, mert szerintem nagyon izgalmas, ugye mi az, ami pontosan tárgya a te Művészeti alkotásod, és hogy fog ez kinézni pontosan? Tehát mire számíthatnak a látogatók? Aha, múlt nyáron Jordán Ferenc, hálózatkutató biológus meghívott minket a Limnológiai Kutatóintézetbe, Tihanyba egy workshopra, és akkor jutott eszembe a Tihanyi visszhangnak a története. Ez már régebben is foglalkoztatott engem, de de nagyon megindító volt a számomra, hogy ebben az egy történetben hogyan fut össze két probléma. Az egyik a hang problémája, a zajszennyezés problémája, amit ugye az okoz egyrészt, hogy brutálisan megnövekedett ott a forgalom, folyamatos az építkezés, beépítik azt a kis halászfalut, és, és túl turistásodás van, tehát egy hatalmas ilyen zajszennyezés góc jött létre, Másrésztről pedig folyamatosan írtják ki az ökoszisztéma különböző résztvevőit, a nádast, a, a, a hegyről le az erdőt, ami viszont ezt a folyamatot gerjeszti tovább, mert nincs, ami fölfogja azt a zajt, ami a, a főútról úgymond körülveszi a falut. És ez mindhozzá tesz ahhoz, hogy elhalkult a visszhang. És ezt a kérdést próbáltam meg körüljárni úgy, hogy a Varsányi Szirének kórussal együtt, Szári Laurával együtt egy kórusművet írtunk, ami Garai János műlegendájához nyúl vissza. Ennek az a lényege, hogy hogy a m, Tihanyi ö, királylánynak gyakorlatilag ö, megtetszett ez a királylánya a tó, fián, vagy a tó királyának a fiának, és ö, a királylány visszautasított őt, és ezért cserébe a király őt, és így lett a vízhang. és ebben egyfajta ilyen hatalmi elnyomást észleltem ebben a történetben, és ennek a, az újraértelmezését próbáltam adni ebben a kórusműben, és ezt összekapcsolni azzal az ökológiai elnyomással, ökológiai pusztítással, amit tihanyban láttam, és amikor így összekapcsolódott a fejemben, hogy ez a pusztító logika nagyon rokon azzal, ami mondjuk egy patriarchális elnyomásban tapasztalható, akkor született meg bennem az ötlet, hogy úgymond ennek a, ennek a logikának a, a közös magját valahogy feloldani egy ilyen imádsággal, ami azért szólal fel, hogy, hogy, hogy felszabadítsuk mind a, az elnyomás alá helyezett természeti környezetet, mint pedig, mint pedig a női autonómiát. Mikor, hol és milyen formával lehet az alkotásodal megismerkedni az érdeklődőknek? az Aklim kí, klímaképzeleti ügynökség című tárlaton lehet megismerkedni a Horánszki utca 5 szám alatt az APA galériában, a Lumen kávézó fölött az első emeleten. És, és ez, egy, ez, egy, nagyobb, szintén egy nagyobb kiállítás kontextusában lesz majd értelmezve ez a mű. Oké. Okay. Oké. Okay. Muszáj a kérdést nyilván, hiszen tavaly is ez vezetett oda, hogy az off t végül eltoltátok egy évvel későbbre. Mit lehet kezdeni a Covid helyzettel? Ugye tavaly ilyenkor még nem is voltak olyan borzasztóak a számok, mint jelenleg, amikor ugye százasával, 100 ezresével nőnek a fertőzöttekről szóló híradásoknak a számai. Rengeteg polgártársunk van jelenleg is kórházban, lélegeztetőgépen, iszonyatosan magas a halálozások száma. Hogyan lehet Covid biztosan rendezni egy ilyen rendezvényt, amikor egyébként a kulturális intézmények döntő többsége, sőt, tehát martina most mindegyike zárva tart? Igen, hát van egy gyakorlati kényszer, ami miatt egyrészt, ami miatt ezt megvalósítjuk, másrészt meg fontosnak éreztük azt, hogy hogy ebben a kulturálisan elég lefolytott hangulatban végül is meg, mégiscsak meg tudjanak szólalni ezek a, ezek a független hangok is. Hát próbáljuk betartani az összes járványügyi korlátozást azokon a helyszíneken, ahol, ahol be tudjuk mutatni a kiállításokat fizikai formában hogy nyilván tartjuk magunkat a, a korlátokhoz, illetve ugyanúgy megköveteljük a maszk használatát, készfertőtlenítést biztosítunk, ahogy, ahogy mondjuk ez a boltokban történik, amelyek ugye most is nyitva vannak. Illetve a, a diskurzív eseményeink, a vetítések, a konferenciák, a kerekasztalbeszélgetések, azok online fognak megvalósulni. Ami egyrésztről persze szomorú, meg mindenkinek Tulajdonképpen nagyon elege van ezekből az online beszélgetős platformokból. Másrésztről viszont tulajdonképpen egy ilyen nagyon alacsony költségvetéssel dolgozó, de nemzetközi ambíciókkal bíró projekt számára valahol jól is jön az, hogy ezek normalizálódtak, hiszen lehetővé válik az, hogy nagyon-nagyon alacsony költségek mellett egy nagyon nemzetközi párbeszédet vagy beszélgetést valósítsunk meg ezáltal, amelynek közönsége is van, hiszen mostanra mindenki hozzászokott ahhoz, hogy hogy online kövesse ezeket, a, ezeket, az eseményeket. Tehát különösen most, hogy a dokumenta révén bekerült az OFBM egy, egy, tényleg globális ilyen szervezetekből álló nemzetközi csapatban, amit Lumbung Interlokálnak nevezünk most nagyon fontos, tehát szeretnénk őket bemutatni tulajdonképpen a dokumentás részvételünket is elindítani az off ideje alatt, az off is résztvevőket összehozni, közös platformra emelni a, a lumpungos partnereinkkel, és hát ezt nem tudtuk volna megcsinálni fizikai terekben, repülőjegyekkel és, és szállodákkal, ezt, ezt tulajdonképpen csak így tudjuk megcsinálni, úgyhogy... úgyhogy renget, nagyon sok ilyen, ilyen beszélgetés lesz, amit, amit online tudnak követni. Hanem mennyire atipikus a ti művészeti csoportotoknak a létrejötte? Tehát ugye nemzetközi szinten is lehet ismerni olyan képzővészeti csoportokra, amelyek kifejezetten politikai problémák mentén jönnek létre, és ilyen interdisziplináris szemléletben hoznak be különböző tudásokat, és eleve nem a művész egy egyénisége az, ami dominálja a művészeti produktumot, hanem egy kollektív erőfeszítésnek az eredményeképpen jön létre. De ez Magyarországon azért nem egy bevett gyakorlatban, nyilván vannak előzményei a 20. századi művészet történetben is. Hajnalka Uh, helyesen rázza a fejét, mert valóban, tehát hogy ez így egy kicsit leegyszerűsítő olvasat, de mégis azért ez valamifajta, fajta, tehát akkor inkább így kérdezem, jelezem ez valami fajta új trendet, ami a ti generációtoknak már inkább a sajátja, mint mondjuk a korábbi művészeti generációké. Én azt gondolom, hogy, hogy egyetértek azzal, amit mondtál, tehát hogy Nyugat-Európában ez a fajta kutatás alapú együttműködésekre épülő művészeti gyakorlat nagyon bevett, és pont ennek a tapasztalata, vagy az, hogy, az, hogy azt láttuk, hogy, hogy máshol így is lehet művészetet csinálni, ez inspirált minket is arra, hogy, hogy belevágjunk. Meg tényleg az, hogy 2017-ben, amikor azzal szembesültünk, nyilván nem akkor szembesültünk vele, de valahogy beütött ez az információ, hogy, hogy itt van ez a klímaválság, ez egy hatalmas, egzisztenciális fenyegetés az egész emberiségnek, és akkor felteszi magának a kérdést az ember, hogy hogyan lehet művészetet csinálni úgy, hogy tudjuk, hogy ez vár ránk, vagy a következő generációkra. Azt gondolom, hogy, hogy művészeti hagyománya abszolút van annak, hogy társadalmi kérdéseket dolgozzunk fel. A mi művészcsoportunk nem gondolom, hogy, hogy, hogy mindent megújítana, inkább arról van szó, hogy azokra a pontokra helyeztük a fókuszt, amik, Amikről azt gondoljuk, hogy hogy a klímaválsággal való szembenézésben szerepük lehet. Az együttműködés, a hálózatosság, az, hogy, hogy újra definiáljuk, hogy mit értünk tudás alatt, mit értünk, a művészet alatt egyébként mit értünk a művészet befogadása alatt? Hogyan lehet egy kirándulást, egy beszélgetést, ezeknek az élményét, a tapasztalatát művészetként értelmezni és beemelni a művészeti gyakorlatba? Nekünk igazából ez a fókuszunk, és, és ennyiben nagyon más persze sok szempontból, mint, mint ami elérhető. Az off nélkül volna a Magyarországon olyan komolyan vehető kortárs képzőműszeti intézmény, ami egy ilyen csoport számára megjelenés lehetőséget tudna adni, ami hospitálni tudna egy ilyen kezdeményezést? Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Az elmúlt évtizedben egészen elképesztően meg lecsökkent azoknak az intézményeknek a száma, ahol egy ilyen együttműködés alapú ö, művészeti csoport működni tud intézményi keretek között. Az egyik ilyen intézmény egyébként a, az fks -e, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület a Rottenbiller utcába, ami nélkül az extra Real munkássága egyáltalán nem jöhetett volna létre, mert ö, nem csak infrastruktúrát, kiállító teret, hanem, hanem támogató közeget, közösséget, szakmai támogatást is kaptunk az fks től Ugyanakkor 2019-ben, amikor megjelent egy kötetünk, az Extrodizia Enciklopédia, akkor, akkor két év együttműködés után komolyan felmerült az bennünk, hogy ez is szép volt, jó volt, és nagyon sokat tanultunk belőle, de igazából nincsen tere annak, hogy ezt együtt folytassuk, és akkor jött a képbe az Off Biennale, ami nem csak keretet adott, hanem olyan fejlődési ívet, pályát, lehetőséget, együttműködést a szakma tapasztaltabb szereplőivel, amire egyszerűen nem lenne lehetőségünk más kortárs művészeti intézményben, jelenleg Magyarországon. Szóval ebből a, ebből a szempontból is szerintem az Off Biennale teljesen hiánypótló, és az, hogy, hogy két év után ez az együttműködés nem bomlott fel közöttünk, és igen, inkubálódhatott két év alatt egy ekkora projekt, amiben gyakorlatilag éjjelünket, nappalunkat belecsatornázhatjuk, az, az, az nem jelentett volna létre. Hajnalka, én téged az a kurátori generációs sorolak a magyarországi szénát tekintve, akiknek az intézményesülése számosokból nem tudott megtörténni a 2000-es évektől kezdődően. Te mivel magyarázod azt, ugye maga az off csapata is számos olyan kiváló kurátort tömörít, és nem csak most már a korábbi kiadásokban is, akiknek szintén nincsen intézmény hátterük, vagy olyan intézmény hátterük van, amit maguknak kellett megépíteni, Nagyon kevesen vannak, akik konkrétan magyarországi állami fenntartású, önkormányzati fenntartású múzeumban, vagy, vagy, művészeti intézményen tudnának dolgozni miért van az, hogy, hogy, bizonyos értelemben, és ezt akkor fogad el egy értékítéletként, a kurátori szakma krémje ebből a generációból nem tud intézményesülni Magyarországon. Hát mi ugye mindannyian, tehát hogyha most az Off jelenlegi kurátori stábját nézzük, ami nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a kurátorai a biennáléknak, ez, ez egy nagyon fontos distinkció, mi hogy, hogy, mi hozzuk létre azokat a kurátori kereteket, döntéseket, a, a, amelyekbe becsatornázzuk a, a, projekteket, de hogy nem mi vagyunk ennek a fő kurátorai, de, de zárója. Szóval, hogy mi mind dolgoztunk intézményekben korábban, mi, mi, mi intézményekben szocializálódtunk szakmailag a 2000-es években, azért erre bőven nyílt lehetőség, és a, a, kollégáimnak a többsége most is dolgozik intézményben. Tehát az off nál én nem főállás, talán még nekem leginkább, de, de egyébként ez még mindig egy, ilyen egy ilyen szerelemprojekt, amit munkaidő mellett abszolválunk. Szóval, szóval van, ez a, van, ez a, szakmai hátországunk, ami nagyon fontos volt, mert szerintem ennélkül nem tudtuk volna létrehozni a biennálét, de még akik dolgoznak is intézményben, azoknak is hiányérzetük van. Tehát vannak olyan projektek, vannak olyan együttműködések, vannak olyan témák, vannak olyan struktúrák, amelyeket nem, ilyen intézményi keretek között egyszerűen nem, nem lehet kurátorként bevinni, megélni, átdolgozni, át kifejezni. És, és azt hiszem, hogy ez tartja össze a stábot, hogy, hogy úgy érezzük, hogy ez lehetőséget ad nekünk szakmailag olyasmire, ilyen együttműködésekre. Egyébként a fejemet nem azért, nem a történelmi háttér miatt, vagy előzmények miatt rásztam, hanem azért, mert de lehet, hogy, hogy majd mondt, hogy, hogy erre mennyi időnk van, szóval, hogy az off mostani szereplői között egyáltalán nem ritka, sőt, kifejezetten jellemző ez a fajta interdisziplináris csoportos, hosszú távú együttműködés, és szerintem ez nem véletlen, tehát hogy erre lehet, hogy majd visszatérhetünk. De ez egy fordult um, rendfordulót nem? Tehát abszolút, ez nem abszolút, volt része abszolút. a művészeti praxisnak. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez a generáció, az annál generáció, akik mondjuk 2010 után szocializálódtak szakmailag, tehát már ebbe a, ebbe a megváltozott ö, helyzetbe érkeztek. Egyrészt ö, beszélnek angolul, és sokkal természetesebben tájékozódnak nemzetközileg, tehát ezt lehet részben úgy venni, mint valami nemzetközi trendnek az átvételét követését, de másrészt azt gondolom, hogy ez egy nagyon sajátos, a hazai ö, helyzetre ö, reagáló változás, Amennyiben ezek a fiataloknak már az illúziója se lehet meg annak, hogy majd az intézményi rendszer szépen lépésről lépésre felkarolja őket, és viszi az ő egyéni ö, ö, praxisukat valamiféle ö, karrier ö, úton. Ö, tehát a, az intézményi működésnek, az oktatásnak a, a hiátusai a, a, azok, amelyek szerintem arra késztetik a fiatalokat, hogy, hogy olvasóköröket szervezzenek, tehát hogy saját maguk. Ö, hozzák össze azt a tudást, amivel dolgozni akarnak. Az is teljesen természetes, hogy ilyenkor különböző tudású emberek állnak össze, hiszen ezek komplex témakörök, ha megnézzük, hogy az off milyen témák vannak, a, a klímaválsággal, a fenntarthatósággal több projekt foglalkozik, de mondjuk a, a nacionalizmussal és a transznacionalizmussal, tehát a, a mai nemzetállamnak az alternatíváival, a mély szegénységgel, a kisebbségi reprezentációval, tehát ezek mind olyan komplex témák, amihez sokféle tudást kell a fiataloknak összeszedni, és ezért van az, hogy a, az off én most bemutatkozó ö, művészek, alkotók, azok hát szinte kivétel nélkül ilyen interdisziplináris csoportokban dolgoznak együtt, egy egy egy, egy antropológus, egy képzőművész, színházi emberek, dizájnerek, szociológusok, tehát nagyon-nagyon sokféle tudás adódik össze egy-egy ilyen, ilyen projektben, és én igen is azt gondolom, hogy, 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 hogy ez igen, tehát legalább három komponensű, egyrészt a nyugati trendek követése, másrészt az itthoni infrastruktúrális helyzetnek a a, a, a túllépése, harmadrészt pedig a, a tematikából, tehát az érdeklődésből adódó szükség. Ugye részben a szövegben is, amit idéztem, utaltok rá, és most is beszéltél arról, hogy milyen veszélyeket jelent az állami kitettség. Ugyanakkor a nemzetközi szintén azt lehet látni, hogy a piaci kitettség legalább ekkora veszély, hanem jelentősebb veszély. Ugye a legfontosabb ilyen művészeti szintereket, például a Kasszeri dokumentát, amelynek ti is szakmai partnere vagytok, nem lehet megszervezni állami források nélkül. Ugye, tehát ott, mint hogyha pont az rajzolódnak, hogy egyébként az állam képez olyanfajta ellensúlyt a különböző piaci tőkérdekekkel szemben. Um, rosszul érzékelem, hogy a piaca a kritika kevésbé explicit módon jelenik meg abban a kurátori vagy szakmai statementben, amit megfogalmaztatok az off kapcsán? Um, hát elsősorban ugye, ahogy mi fogalmazunk, az általában inkább proaktív, tehát inkább magunkról beszélünk, mint a, azokról a szereplőkről, a, 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 amelyek még jelen vannak. Magyarországon ez a piaci veszély ez nyilván azért kevésbé érzékelhető egyelőre, mert hogy nincs nagyon-nagyon szerény a piac, még azt is az állam, is, még azt is az állam támogatja, tehát a magyar kortás a piacnak is az állam egy nagyon nagy bevételi forrása és támogatója és korporát, tehát céges mecenatúra a kortás képzőművészet terén gyakorlatilag nem létezik. Nyilvánvalóan ez veszélyeket rejt, de, de az ofpn olyan szempontból ugye szerencsés helyzetben van, hogy, hogy ilyen jellegű kultúra és igények hiánya maga tudja alakítani a, ezeket az együttműködéseit, amennyiben egyáltalán olyan helyzetbe kerül, hogy ez, hogy ez felmerül. Uh, nyilvánvalóan mi már tanulunk ezekből a elsősorban nyugaton látható uh, kellemetlen uh, sztorikból, és, uh, és ennek megfelelően próbáljuk felépíteni az ilyen jellegű együttműködéseinket, ami mondom, tehát egy, hogy legfeljebb ilyen 25%-ban van jelen az ofbn uh, amúgy szerény költségvetésében. Én azt hiszem, hogy, hogy a, a, a függetlenség az, az legfőjebb, ugye azt tudja jelenteni, hogy az ember megválaszthatja, hogy kitől függ és hogy milyen feltételekkel működik együtt, és ehhez a szabadsághoz próbáljuk tartani magunkat. Ezért van az, hogy ahelyett, hogy mondjuk keresnénk egy fő aki öt éven keresztül biztosítja a költségvetésünknek a nem 70%-át, ami nagyon szuper lenne bizonyos szempontból, tehát nagyon kiszámítható lenne, de ezt az utat, nem mint hogyha bárki jelentkezett volna, de hogy Ezt nem kérdező, is akarjuk követni. A, a magyar nemzetítő kisosztályban például van olyasfajta, hogy mondjam én, ilyen civilizatórikus indítatás, hogy egy ilyen projekt még mm. odálljanak és mondjuk biztosítsák. Egyébként nyilván nem jelentős összegről van szó, tehát egyébként gondolom egy ilyen felső-közép kategóriás magyar cégnek a teljes éves CSR költése, Nek a töredéke lenne az, amit mondjuk a biennál elvinne. jelentkeznek? Egyébként van valamifajta... Jelentkezni nem jelentkezik senki. Senki? Tehát, nem, nem jelentkezni abszolút nem jelentkezik senki. Ez nem, ez nagyon-nagyon-nagyon ez, távol vagyunk. Mi keresünk olyan támogatókat, akikről azt gondoljuk, hogy a tevékenységük, a korporát a elveik, a CSR stratégiájuk az egy-összeegyeztethető össze azzal, amit, amit mi képviselünk, ez az egyik dolog, ö, na, valóban nagyon kis léptékű ö, céges mércével mérve az a támogatás, amit esetleg megkapunk, Igen. nagyon sok esetben inkányt, tehát hogy ö, ö, bizonyos cégek, mit tudom én, eszközzel, anyaggal támogatnak. Egyébként ilyenben nagyon jó együttműködéseink vannak. Tehát, hogy mivel, mivel az ovm nem tud olyasfajta viszonzást nyújtani egy ilyen cégnek, ami, ami valóban mondjuk óriás, nagyon megdobná az ő láthatóságukat, vagy az ő bizniszüket. Ezért azt hiszem, hogy azok, akik, akik az itt támogatják, azok valóban, valóban, egy ügyet próbálnak támogatni. Ez, ugyanez igaz a, 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 magán támogatóinkra is. Van egy nagyon szűk, de nagyon elkötelezett kör. Tényleg tizen valahány emberről beszélünk, akik, a saját lehetőségek szerint ö, támogatják az off nem vetlenül csak pénzzel, hanem sok esetben mondjuk a jogászi szakértelmükkel. Én azt hiszem, hogy ha, hogyha ez úgy adódik össze, hogy nagyon sok helyről, tehát nagyon sok forrásból jön ö, kisebb összeg, akkor, akkor ez a sok lábonállás ez biztosítja azt, hogy, ö, hogy abszolút autonóm módon tudjuk a, a szakmai programot megvalósítani. Anna, ah, te utaltál ugye az FK-sek a ami ugye a nézőnek, akik nincsenek, vagy nem tájékozottak a budapesti vagy az országos képzőművészeti színában, ez egy legfontosabb ilyen pályakezdő fiatal művészek számára részben ilyen találkozási pont, részben szakmai műhely, tehát hogy leírhatatlan jelentősége van, és nem csak a jelenkorban, hanem ez tényleg egy több évtizedes múltra visszatekintő, nagyon nagy presztízsű intézmény, amelynek a fenntartása minimális összegbe kerülne, a magyar állam fokozatosan vérezteti ki, és megtagadja tőle azokat a forrásokat, amelyeket meg másoktól érdekes módon nem tagad meg. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy itt egy politikai támadás áll a stúdió kivéreztetése mögött. Ezzel párhuzamosan van egy olyan tendencia, hogy ugye látva azt nagyon sok, és nem csak a kézművészeti területről beszélek, színházművészetben, filmművészetben, zeneművészetben is lehet tapasztalni, mivel van egy erőteljes doktrinai irányvonal arra vonatkozó, hogy mit vár az állam bizonyos művészeti területektől annak érdekében, hogy támogatásáról biztosítsa, ezért egyfajta államellenes vagy a közösségi forrásokkal szemben szkeptikus tendencia indul meg. Te, illetve a ti csapatotok, hogy gondolkodik erről, mi volna a kívánatos attitűd a művésztársadalom részéről, az állami szerepfelfogással kapcsolatban, tehát hogy milyen attitűdöt kellene képviselni, hogy hogyan változzon a kultúrpolitika, hogyan változzon a viszony alkotók, illetve forrásosztók között. Szerintem ez egy, egy nagyon komplex kérdés. Hát. Uh... Ez a kérdés feltehető az egyén szintjén, egy kis csoportosulás szintjén, de feltehető egy akkor egy, egy akkora közösség szintjén, mint amekkora az FKs ének a szakmai tagsága. Üm. Személyes szinten szerintem mindenkinek saját magának kell meghúzni azokat a határokat, hogy mi az a, mik azok a szervek, mik azok az intézmények, amelyekkel hajlandó együttműködni, és melyek azok, amelyeknek a működési elveit elutasítja. És nyilván minél több egyén gyűlik össze egy ilyen közösségbe, ezeket a döntéseket a legjobb demokratikus alapon meghozni, például az FKS-e tagságában. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem lehet. Kultúrát csinálni ö, fenntartható módon ö, ilyen hatalmas közösségeknek olyan, olyan, tehát hogy mondjuk az OFF egy, egy nagyon pozitív példa egy alternatív működésre, de az, hogy egy közösség fenntartsa, fenntartsa magát mondjuk úgy, mint az fks e az szerintem nem elképzelhető ö, állami források nélkül. Ö, és, és, és és ez az is hozzá tartozik, hogy amikor amikor mondjuk hozunk egy olyan döntést, hogy bizonyos forrásokról lemondunk, akkor az a nehézség el fent, hogy sajnos ezeknek a helyére nem nagyon jön más, nem tölti be ezt a hiányt. Azok a szimbolikus gesztusok, amikor mondjuk lemondunk egy ilyen forrásról, azok egy-egy ilyen pillanatnyi Történelmi helyzetben szerintem nagyon erősek tudnak lenni, jelentésesek, üzenettel bírnak, performativitással is bírnak, akár, hogyha úgy van prezentálva. De hosszú távon annak elveszik egyszerűen a, a, a jelentésessége vagy a, vagy a szimbolikus jelentése, hogyha évekig ugyanarról a forrásról mondasz le. Tehát az első alkalommal, amikor lemondasz valamiről, annak van jelentése és üzenete, és onnantól fog, vagy gyakorlatilag fenntartod azt a, azt a működésmódot, hogy nem hagyod magad támogatni, tehát gyakorlatilag igent mondasz arra a politikai logikára, ami pont ezt szeretné tőled, hogy vérez ki, menj tönkre, hagyd abba azt, amit csinálsz, Atomizálódjanak azok a közösségek, amiket eddig ez a fajta forrás támogatott is fenntartott. Én azt gondolom, hogy erre nincsen egyértelmű válasz, ami adható, nincs egy megfogalmazható válasz. Vannak szituációk, vannak együttműködési lehetőségek, és minden egyes szituációban mérlegelni kell azt, hogy mi a fontos. Szeretnénk a -e fennmaradni, ha szeretnénk, akkor mik azok a kompromisszumok, amiket bizonyos szereplőkkel való együttműködés esetén meg kell ködni, ezeket vállaljuk-e, ha nem, akkor milyen alternatívákat tudunk kitalálni ezeknek a pótlására. Én azt gondolom, hogy ami az FKS-ben megvalósult az elmúlt öt évben, az pont egy, pont egy, egy közösségi együttműködésnek a, az eredménye az, hogy 11 ember a saját munkájuk mellett, tehát a napi munkájuk mellett feláldozták a teljes szabadidejüket, és, és, és önkéntes alapon megszervezték azt, a, azt az alapot, amiből újraépítették ennek a, a közösségnek az anyagi intézményi alapjait. Szóval szerintem ott valami egészen elképesztően példaértékű történt az elmúlt években, és és azt látjuk, hogy, hogy minden ilyen hely, ami még fönnmarad, ott ott ezek a megoldások működnek, hogy közösségi, ember, közösségi alapon ö, hasonló meggyőződésű ö, szereplői a közegnek összefognak, és még egy utolsó lökettel még tovább, még, még tovább viszik azt, ami ami egyébként ö, emberi léptékkel nézve alapvetően fenntarthatatlan lenne. Másképp teszem fel a kérdést, hogy én azt tapasztalom, hogy az össze, vagy az általam ismert művészeti szinterek döntő többségében rengeteg közösségi energia, intellektuális energia megy el arra, hogy azokat a morális dilemmákat vizsgálják a közösség tagjai, hogy a létező keretek között hogyan lehet etikusan eljárni, kitől szabad forrást elfogadni az állami szereplők közül, kitől nem, hol húzódik ez a határ mi alapján, miközben nagyon kevés, legalábbis nagyon kevés olyan próbálkozást látok, ami a keretek újraalkotására irányulna. Tehát ami azt mondaná, hogy ez a kultúrpolitikai keretezés az, amit meg kell változtatni, és nem elutasítani akarjuk az állami szerepállást, nem szeretnénk, hogyha végre ez egy olyan keretben tudna létrejönni, ami egyébként tényleg a közösség egy szempontokat veszi figyelembe a hatalompolitikaiakkal szemben. Te tapasztalsz -e ilyesfajta mozgást, ilyesfajta diskurzust a saját köreidben, ha pedig nem, akkor szerinted hol lehetne ezt elkezdeni, hogy hogy lehetne ezt elkezdeni? Én már régóta meg vagyok arról, hogy, hogy ezeknek a cénáknak sokkal jobban együtt kéne működnie. Tehát én az irodalomban is tevékeny vagyok, és ott is ugyanezeket a dinamikákat láttam az elmúlt tíz évben, és hogyha ezek a közegek jobban kommunikálnának egymással, és megosztanák a tapasztalataikat, akkor szerintem sokkal kevesebb közösség és intézmény pusztulna ki. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy a, a művészeti csoport vagy művészeti csoport, amiben dolgozom, azért valamilyen szinten ezzel foglalkozik. Mi kiléptünk a kiállítótérből, ez egy ugye egy, egy olyan infrastrukturális követ, követelmény, amit fenn kell tartani, alapvetően megszerveztük a, a művészeti munkánkat, a kiállító teren kívülre, kirándulásokba, beszélgetésekbe. De nem szabad elfelejteni azt, hogy mondjuk ennek is ö, infrastruktúrális hátteret adott az FKS-e. Én azt gondolom, hogy, ö, hogy hogy erre sincsen bevett válasz. Ne, nem tudunk kilépni egyszerűen abból a rendszerből, amiben vagyunk. Proaktív válaszokat tudunk ráadni. olyan válaszokat tudunk adni, amik feszegetik ennek a rendszernek és ennek a logikának a határait. De de, de, de ez egy rendszer szintű probléma, és nem gondolom azt, hogy egy ennyire pici közegnek a, a szereplői önmaguktól ezt meg tudnák váltani. Abban már több lehetőséget látnék, hogyha kommunikálnának egymással a, a kreatív szcénáknak a, a szereplői. Hajnalka, um, itt szörmentén érintettük csak ezt a dolgot, nyugodtan reagáljunk után csak Jó. egy kérdést engedj meg. Tehát, hogy, hogy csak a dokumentás meghívásnak a tényét, miközben ez egy ilyen hihetetlenül fontos elismerése az off-biennál szakmai súlyának. Ugye azok számára, akiknek nem lenne ismerős a dokumentet, ez a legfontosabb nemzetközi képzőművészeti szintér, ahova bekerül önmagában egy hatalmas rangtér, ráadásul meghívás alapján hívtak el a mostani kurátorok. Plusz ugye te magad pedig fölkerültél az Art Power 100 százas listáján a 96. helyre. Mitől érdekes most? az off és Magyarország a nemzetközi szintér számára. Ez a ti kollektív erőfeszítéseteknek az eredménye, a politikai helyzetnek a kitettsége, mi az, amit megkülönbözhetetlenül tud most a magyarországi szintér, ami miatt sokaknak kinyílik a szeme? Azt hiszem, hogy, hogy ezek mindezek együtt. Tehát, hogy a, az opn az elmúlt években, és itt csatlakoznék ahhoz, amiről az Anna beszélt, öm, öm, egy olyan... Öm, módon ö, ö, reagált arra a tágabb ö, politikai társadalmi helyzetre, amelyben ugye megszületett, ami nemzetközileg is érdekes. Ö, ö, amennyiben. Én azért azt gondolom, és bizt hát te is emlékszel, Marci, hogy a 2010 után az első években pontosan az történt, hogy ezek a pici szakmák, ezek megpróbálták azt, amit ö, ugye te kérsz, tehát megpróbáltak egy párbeszédes helyzetet. Igen, amit megpróbáltak egy párbeszédes helyzetbe kerülni, megpróbáltak elmondani, hogy ez hogy lenne jó, hogy hogyan kéne szakmai alapokon, demokratikusan, átláthatóan csinálni. Tudjuk, hogy én magam is része voltam ezeknek a törekvéseknek. Ez nagyon messzire vezetne arról beszélni, hogy milyen okok miatt, de azért elsősorban mégiscsak a a, a, hatalom részéről a kommunikáció képtelenség vagy, vagy nem akarás okán ezeknek az erőfeszítéseknek nem sok eredménye lett. Aminek én szerintem az egyik fő oka az, hogy egy olyan szintén, ami ennyire ki van téve egyetlen egy forrásnak, az állami infrastruktúrának, az, az nem tud egy ilyen egyenjogú párbeszédes helyzetet, tehát nincs leverage, nincs, nincs, mit, nincs mit szembeállítani. Ugye, tehát hogy az történik, amit a hatalom elképzel és, és megvalósít. És tehát hogy ez a, ez a élmény volt az, ami miatt mi végül is felismertük, hogy, hogy struktúrát kell építeni olyan struktúrát, ami nincsen kitéve ennek a, ennek a mechanizmusnak. És ez nagyon-nagyon nehéz, és nagyon hosszú távú dolog, és ami azt hiszem, hogy most történik az SFE kapcsán és nyomán, ahol ugye a legtöbben mindig a demonstrációkat említik, és valóban nagyon-nagyon délekemelőek és jelentésesek voltak, ahogy az Anna is mondja, tehát a gesztus, a demonstrálás, az ellenállásnak ezek a politikai formulái, ezek valóban olyan momentumot, olyan pillanatokat hoznak létre, amelyek, amelyek, nagyon fontosak egy adott közösségnek. De én azt gondolom, hogy itt is a struktúra teremtés az, ami... ami, ami valóban fontos. Tehát az, hogy, hogy emellett szépen csöndben elkezdtek építeni egy olyan alternatív struktúrát, ami, ami függetlenül az állami infrastruktúrától valamiféle megoldást, valamiféle alternatívát kíván azoknak a, kínál azoknak a fiataloknak, akiknek nem felel meg a, a hivatalos verzió. És, és én azt gondolom, hogy ez egy nem látványos és nagyon hosszú távú munka, de hogy, hogy, hogy pillanatnyilag ez a legjobb esély, és az, hogy ezek a, ezek a, úgy ahogy az Anna is mondja, ezek a függetlenül létrejövő és függetlenül életképes projektek, ezek valamilyen módon együttműködést kezdjenek, hogy egyébként mi is párbeszédben vagyunk a azokkal a szereplőkkel, akik elkezdték a, a, a Free SF -e struktúrális hátországának a megteremtését. Látjuk azt, hogy, hogy olyan nálunk sokkal erősebb társadalmi, társadalmi jelentőségű, vagy társadalmi háttországgal rendelkező témák, mint az egészségügy, vagy, a, vagy az edukáció sem tudtak párbeszédes alapon, javaslatok, nyílt levelek, demonstrációk útján változást elérni abban, ahogy a, ahogy a kormányzat működik. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy illúzió lenne azt gondolni, hogy még pont a kultúra területén, vagy a kortás kultúra területén egyszer csak megvalósul egy szigetként egy ilyen demokratikus átlátható világ. Szerintem építkezni kell, és ennek, az a, és ennek pontosan az a mondja, hogy létrehozó struktúrákat, tehát hogy nem elégszel meg a szimbolikus gesztusokkal, amit az Anna is mond, tehát, hogy a bolykott alapvetően egy passzív dolog, amiben aztán pont a művész szereplők ugye nem tudnak részt venni, hiszen a lényeg az, hogy nem csináljuk. És szerintem itt van az elmozdulás, hogy az off úgy tud egy bolykottot fenntartani, ami ugye egyéni szinten tulajdonképpen szinte egyikünk számára sem lehetséges éveken keresztül egy ilyen bolykottot fenntartani, de egy projekt keretében meg tudjuk csinálni, hogy közben aktívak maradunk. Tehát nem csak elutasítjuk az állami finanszírozást, ahogy az fks is egy időben tette, vagy legalábbis bizonyos szereplőket elutasított, hanem, hanem megpróbálunk más alapokon aktívak maradni. Borzasztó izgalmas téma, mindenképpen folytassuk, még gyertek vissza. Most viszont zárásra kerül sor, úgyhogy légy szíves, gyorsan azt még mondjátok el, hogy hol tudnak tájékozódni az érdeklődők a biennáli programjáról, hova látogassanak el, hogyha szeretnék tudni, hogy miben részesülhetnek. A fő információs forrás a honlapunk, offbiennali.hu, ez nagyon egyszerű. Itt fönn van, most már azt hiszem, hogy minden program, és emellett van egy nagyon-nagyon aktív social media kommunikációnk, az Instagramon, meg a Facebookon, hogyha lehet ilyeneket mondani. Jogottan. Ahol, ahol meg napi szinten lehet követni a programoknak az alakulását, amelyeként azért is nagyon fontos, mert mindaz, amiről beszélünk, az ökológiai fenntarthatóság, a természettel való viszonyunk újra a fogalmazása, az azzal is jár, hogy vannak olyan projektjeink, amik pontosan ilyen módon valósulnak meg. Tehát például a méhek rajzásától függ, hogy az Architecture Uncomfortable Workshopnak a projektjét mikortól tudjuk bemutatni, vagy az időjárási viszonyoktól függ az, hogy az eroszénnak a hatalmas balonját mikor tudjuk reptetni, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a, hogy a social médián tulajdonképpen napi aktualitással lehet tájékozódni arról, hogy végül mi, hogy és milyen formában valósul meg. Somogyi Hajnalka, Zilai Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen, hogy elmondtátok mindezt. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Április 23-ától május 30-ig látogathatóak az Off Biennale különböző programjai. Mindenképpen tájékozódjatok a honlapról, és tegyétek lehető magatoknak azt, hogy ellátogassatok ezekre a programokra. Köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt már a Partizán, mindenképp nyilatkozatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg, használjátok a like, illetve a dislike gombokat a véleményetek kifejezésére, ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem szeretnétek nézni, inkább hallgatnátok a Partizánt, azt is megtehetitek az összes fontosabb podcast platformon elérhetőek az adásaink, így ez a beszélgetés is. Instagramon pedig Partizán Politika néven találtok meg. Ha pedig lehetőségetekben állok, akkor kérlek, hogy be a finanszírozásunkba. Van egy egy Patreon oldalunk, illetve van egy számunk van ott egy PayPal elérhetőségünk is. Az összesnek a linkjét megtalálhatjátok szintén a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.